Polgármesterek és szociális szakemberek részére szerveztek előadásokat, többek között a felzárkózás és a családpolitika témakörében Máté Szalkán. A szakmai konferenciát a Nyírségi Nőközpont létrehozása és működtetése című EFOP-os pályázat keretein belül tartották meg. A projekt célja, hogy tapasztalatokat cseréljenek a szakemberek, és könnyed beszélgetésekkel példát mutassanak a vidéki, hátrányos helyzetű nőknek és férfiaknak egyaránt. Megpróbálunk sikeres női életutakat bemutatni, annak érdekében, hogy a szakembereink, akár a polgármesterek, intézményvezetők muníciót szerezzenek, ahhoz kapjanak ahhoz, hogy meggyőzzék a hátrányos helyzetű nőket, hogy igenis lehet ezt csinálni a család mellett, lehet karriert építeni, és egy harmonikus családi életet létrehozni. A projekt elsődleges célkitűzése a gyermekvállalási hajlandóság növelése, valamint a munkavállalás megkönnyítése és a munkaerőpiacra való gyorsabb visszatérés segítése. A polgármester szerint Máté Szalkán évről évre jobbak ezek a mutatószámok. 5-6 évvel ezelőtt itt közel 10%-os munkanélküliségről számolhattunk be. Épp ezért nagyon fontos volt az utóbbi időben, hogy kiváló kapcsolatot építsünk ki munkáltatókkal, hogy folyamatosan tudjuk segíteni azokat a programokat, munkaerőpiaci programokat, amelyeket indítanak, illetve a létszám feltöltési munkaerőpiaci problémáikra tudjunk választ adni. A helyzet az most Máté Szalkán, hogy gyakorlatilag ki lehet mondani, hogy a munkanélküliség, mint jelenség, az megszűnőben van, hiszen alig éri el a 3%-ot a munkanélküliség jelenleg Máté Szalkán. Ha ebből a még dolgozó közfoglalkoztatottak létszámát leveszük, akkor nem éri el az 1%-ot. Ezzel párhuzamosan pedig megjelent a munkaerőhiány is. Ez vonatkozik a segéd- és szakmunkásokra, de a diplomásokra is. Ennek a problémának a megoldásában is segítettek a szakmai konferencia előadásai. A magyar kormánynak talán a legfontosabb hitvallása, hogy megerősített családokra, azokból akarja fölépíteni a nemzetet, és nyilvánvaló, hogy a családok egyik legfontosabb tartó pillére az édesanyja, a nő, vagy éppenséggel a nagymama. Ebből a szempontból különösen fontos, hogy azt a nehéz egyensúlyt, ami a munka és a magánélet között húzódik, ezt segítsünk megteremteni a hölgyek, anyák számára. Fontos az is, hogy a gyermekvállalást követően megtalálják a visszautat a munkavilágába egy megváltozott élethelyzetben. A családpolitikáért felelős helyettes államtitkár hozzátette, ehhez a kormány igyekszik minden segítséget megadni különböző családtámogatásokkal, valamint a család és karrierpont hálózatok működtetésével.